Köszöntöm a képviselő testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő testület határozatképes, mivel a hétfőből mind a hétfő jelen van. Kivéve a polgármester asszonyt, aki jelezte, hogy nem tud most a testületi ülésen részt venni, más elfogadtsága miatt, de a határozatképességünk megvan. A meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítésével, aki egyetért, kérem készfeltartással. Akkor megkezdődik, hogy egy kell. Akkor a három. Az első az a SMS módosítása, a második a kártérítési eljárás, a harmadik pedig a földutas. Egyesével szavaztassam, Tenzőm úr, vagy? Most a egyesével is lehet. Jó, akkor, jó. Egyesével első napi rendi pont előterjesztés lejárt határidői határatok végrehajtásáról. 9-10-11-et akkor a jó. 23, és utána az egész 15. Jó, tehát akkor a 9. napi rendi pontunk az SMS-nek a módosítása, aki ezzel egyetért kérünk készfeltartással. 5 igen, 1 tartózkodás. 8-as, kártérítés. 10-es. Bocsánat, a 10-es. 10-es a kártérítés, aki egyetért kérünk készfeltartással. 4 igen, nem szavazat. 2 nem szavazott. És 11-es a földút pályázatnak a elkészítéséről napirendi pont, aki ezzel egyetért. Egy hangulat elfogadta, és aki ezekkel a kiegészítésekkel a napirendi pontot elfoglalja, kérem készfeltartással. 5 igen, 1 tartózkodás ellenében elfogadta a képviselőtestület. Első napirendi pont. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtása, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységéről, érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szolgáló beszámoló. Tájékoztatni szeretném a tisztelt képviselőtestületet. Elnökasszonynak jeleztem, hogy a szén kiosztása folyamatban van. Mai nap vagy holnapi nap folyamán várunk újabb szállítmányt. Mai nap az nem fog megérkezni, illetve a Fanvizép speditőrével egyeztettem még reggel, hogy holnap is vélhetően csak a délutáni órákban 3 és 4 óra között fog megérkezni a várhatóban a kamion. A gyártelepen a kiosztásnak a gyakorlatilag 99%-ban részünk 3 ingatlannak nem tudtuk leszállítani a szenet, mivel nem tartózkodtak otthon. A településen is hozzákezdtünk ugye ezeknek a kiosztásához, ahogy érkezik, továbbiakban folytassuk. A Kossuth utca, Fő utca, Alkotmány utcának egy, tehát az Alkotmány utca, amelyik az ABC mellett megy lefele,
az az utca megvan, a Petőfi utca, a Lasvári Pál utcának a jobb oldali része, illetve az Új utcának a, az első részére jutott a, az eddig leszállított másik. Kettővel még kell, hogy érkezzen. Ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy engem kerestek meg ezzel a szénnél kapcsolatosan lakosok, akik már megkapták a szenet, és egy helyre is hívtak, hogy nézem meg a szenet, hogy milyen szenet sikerült nekünk rendelni. Probléma van vele a szénnel. Most nyilván attól függetlenül, hogy ez már kiosztásra került ez a szénmennyiség, meg ez a típusú szén. Tehát sokkal gyengébb minőségű, mint ami véletlenül rá van írva. Tehát a limittől is gyengébb minőségű ez a szén. Nagyon nehezen ég. Elégés után, rengeteg salak képződik utána. Összeállt, tehát ilyen hatalmas, ilyen salakot, darabok maradnak utána. És ahelyett, hogy azt a fűtőértéket, ahogy leadnám itt a korábbi években, hogy osztottuk a szenet, vagy rendeltük meg a másik típusú szenet, mert ahhoz képest ennek rengeteg hamu, meg rengeteg ilyen kődarabok és rengeteg ilyen agyagdarabok maradnak utána, tehát az elégés után, és a fűtőértékére is, és most rengetegen paraszkodnak attól függetlenül, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát, ugye tartalmadás. Nem is azért mondták, hogy most ők ezzel mennyire kötözködni akarnak, csak kérték, hogy jelezzem már azt, hogy probléma van vele, vagy problémájuk van vele. Tehát állandóan piszkálni kell, van aki hiába piszkálja a kazánba például, vagy egyéb más tüzelő berendezésben sem ég úgy a szén, ahogy nem az, hogy elvárható, csak ahogy egy tüzelőanyagnak működnie kellene. Tehát én személyesen láttam, amikor kisalakulás után nekem megmutatták, hogy ég, vagy hogy mi maradt utána, meg akkor is láttam, akkor is elhívtak, amikor már égett a kazánba. Tehát egyszer csak ízzik, nem ég, és nagyon-nagyon hamar leízzik. Egy normál, egy 10-10-es méretű családi háznál egyszerűen 60 fok fölé nem bírja felvinni a víznek a hőmérsékletét, akkor sem, hogyha mondjuk egyszerre egy negyedzsák szelet tesznek rá. Tehát egyszerűen annyira, tehát láttam én is, hogy egyszerűen csak éppen, hogy ízzik. Tehát nincs valószínűnek tartják, hogy az, ami rá van írva a táblázatban, mert a zsákon rajta van egy táblázat, hogy milyen hajú, kilogramú, meg mit tudom, ilyen dolgok. Szemcseméretben is van probléma, nem értem benne a por, tehát azt én is láttam. Legközelebbi testbetörésre fogok tudni húzni fotókat is, mert akkor el átkúlik. Tehát nem egy jó választás volt. Ez a szén, abból a szempontból nyilván nem tudhatta a képviselőtestület, hogy ez milyen, meg hogy milyen a minősége, mert ugye mi csak az árajánlatot láttuk, mert hogy ez egy ilyen szén, erre azt gondoltuk, hogy ugye ez jó. De rengeteg. Nem tudom, hogy másnak esetleg van-e valamilyen tapasztalata, vagy véleménye, vagy másnak valaki szólt ezzel kapcsolatban, vagy esetleg családjában próbálta-e valaki a szemedben. Én azt mondom, hogy nyilvánvalóan, hogy mondod, hogy testületben tudja elvégezni a minőséget, azt a szájtónak kell prezentálni, tehát azért neki kell felelni. Na most nekem viszont tavalyban van ilyen információ. Nem esküszöm meg rá, de nem biztos, de lehet, hogy még a zsák is megvan, papíroskó minden estükben, még szeret is elhoztak ott egy ilyen csomagban, ugyanez volt gond vele. Nem esküszöm meg rá, lehet, hogy megvan a zsák, papíroskó, de nem menném az életem rá, de nem biztos, de ugyanez volt a gond, és elhozták nekem nászhoz. Az is rosszul ér, még szenet is hoztak, meg zsákot is hoztak, itt a papír minden, és az sem működött. Az is ilyen rosszul ér. Tehát akkor lehet, hogy valami központi probléma ezzel a szétem, vagy nem tudom, nem akarok vállalni senki, csak tavaly is gondolt vele, zsákot túl elhozták, valamennyit, meg szerintem most ugyanaz írva, akkor most nem tudom, hogy vele lesz, de tényleg egyszerűen, hogy ilyen van, egyszerűen, mert tavaly sem működött. Jól, most nem tudom, hogy sokkal mindig kell tenni. Én a tavalyról tudok nyilatkozni, nekem nem jött a tavalyról visszajelzés, megmondom nektek őszintén. Az idejével kapcsolatban héten jött visszajelzés, hogy nincs olyan jó a szén.
Nekem azért nincs összehasonlítási alapom, mert én a tavalyiban sem fűtöttem, meg az idejében sem fogok fűteni. Tehát én személy szerint nem tudom, de mint ahogy a tisztelt képviselőtestületnek is elmondtam akkor, hogy akkor tudom, hogy az ukrán vagy orosz tény, mit tudom én, milyen szenet adtuk a dolgozók vagy a igénylőknek, most pedig ez egy magyar szén, mint ami le is volt írva. Az első kamionnál meg lettek mérve zsákok, tehát a mennyiség az meg van benne, az biztos, hisz meg lett mérve 8 zsák egybe, 10 zsák is, külön egy zsák is, tehát a 30 kilók összesen be is megvannak, meg külön is a zsákokba. Az, hogy most a hőértéke annyi vagy nem annyi, ugye erről megint lehet akár vitatkozni, vagy bármi, de ez nem viszi előrébb a dolgot, én azt gondolom. Amiről én tudok vilatkozni, az, hogy a 30 kg megvan a zsákokban. Megmondani zsákot nem mondhatunk meg, megmondom őszintén. Tehát, hogy a szemcseméretet vagy bármit ellenőrizzünk, mert ugye, ha megvan mondva a zsák, függet attól, hogy megvan benne a 30 kg, a lakos kételje fogja fogadni, hogy ebben megvan a 30 kg, hogy miért ő kapta a bontott zsákot, miért nem a másik, vagy miért nem a harmadik, vagy miért nem a negyedik. Azért nem került megmondásra zsák, még egyszer mondom, hogy azt a szemcseméretet, vagy bármit ellenőrizzük. Tehát ezzel kapcsolatban ennyit tudok elmondani a tégviselőtestületnek. Sem azt, hogy tudom én, mert ugye legalább 10 zsákot fel kellene bontanunk, véleményem szerint, hogy akár azt is, hogy most sok a szénpor benne, vagy van-e benne szénpor, vagy ez csak véletlenül került bele, amikor zsákolták, vagy hogy fogalmazok. Nem tudom, mert gyakorlatilag ha zsákolják, én láttam egyébként, hogy zsákolják, mert én láttam egyébként, hogy zsákolják, nem ahonnan jön konkrétan, mert ez közvetlen a bányától jön, hanem a fantüzében is van egy kisebb zsákolási dolog, de oda nem kerülhet bele szénpor, mert olyan osztályozó jön keresztül, hogy amiben már gyakorlatilag csak maga a szén kerül, de ugye szállítás közben lezárja a zsákot, rakja, töredezhet belőle, stb. Én nem vagyok szakember, csak azért mondom, hogy akkor is előfordulhat, hogy szénpor kerül bele, hogyha törődik a zsák, de még egyszer mondom, hogy ebben nem tudok így nyilatkozni, még egyszer mondom, mert nem bontottunk fel zsákot. De ezen is gondolkodunk, vagy el kell gondolkodni, hogy akkor csináljunk egy ilyen dolgot, hogy jegyzőkönyvezzük és tájékoztassuk a beszállítók, hogy mi legyen, várok erre javaslatot, hogy mondjátok el a javaslataikat, a véleményeteket, tehát hogy hogyan tovább ezzel kapcsolatban. Itt igazából bennünk előbb bármikor ellenőrizheti azt az anyagot, amit megvásárolva, nincsen akadály. És jelezhet a szállító felé, hogy ott van le. Miért ne? Hát most jogod már ellenőrizni azt, amit megbeszélt. Ezzel nincs volt, még egyszer mondom. Tehát ellenőrizzük, ha találunk bármilyen dolgot, akkor a kiszállításnak meg kell állítani, tehát addig nem lehet kiszállítani. De a 15-e meg ketyeg. Hát ez ki is kell osztani. És ugye a héten is azt mondtam, hogy már múlt héten pénteken délután, amit késő délután hoztak, már akkor jeleztem, hogy ezen a héten vagy csütörtök, vagy péntek lesz, hogy tudnak hozni megint egy kamionnal, mert olyan sorállás van, hogy ez véletlen. Mindenki ezt csinálja, gondolom. Sőt, amennyiben lehet, a bányák kaptak egy ilyen megkeresést is, hogy amennyiben lehet, és amennyire tudják, korlátozzák a szénforgalmazást, a időjárás, a szmog miatt. És egyébként nem is nagyon kapni tüzelőanyagot a tüzéteken, tehát én ilyen visszajelzést kapok, hogy se fa, se szén nincs olyan mennyiségben megfelelő, ami kellene, tehát még úgymond a drágább tüzelő sem nagyon van, mert hogy akkor mit, tehát ha van minőségi kifogásunk, akkor mit csináljuk. Hát ugye előzést azt lehet. Most azt mondja, hogy van vele valami.
be, és ahol mondta, hogy valamennyi kisarogik be, rakják, ide rakják oda. Igen, tehát nem kukacották, csak azért mondom, hogy meg ebből, nehogy utólag megint olyan probléma legyen, hogy én vagyok, megint én vagyok elő. Most, hogyha elkezdjük vizsgálgatni, akkor kiesünk az határidőből, a többiek nem tudjuk leszállítani. Hát azt nem kellene megjátszani, hogy még neked a tüzet. Én úgy gondolom. Hát te nem csak szemlelőítelet is, tehát pillanatát én is. Minőség is. Meg a fűtőértéken állászatom, mert az egy végezet. Tehát tehát azért nem mondtam ezt vele, sőt, mondtam, hogy én ebben nem is kívánok, meg nem is akarok belefolyni, hogy ennek a hőértéke megvan-e, vagy nincsen meg, mert ez azért csalók szerintem, mert én most meg utána olvastam, és azt mondják, hogy mindenféle szint tartalmaz vizet, kedvességet. Van is. Tehát nyilván, persze, nyilván ez egy frissen bányászott cucc, és ha lehet, ha belemetérjük két hónapra, akkor megvan benne az, ami kell, lehet, hogy nem meg. De a zsákban rajta vagy maximum 0,5, vagy maximum 5% belőség tartva van lehet. Rajta a dióxin, meg rajta van a teljes gyakorlatilag a minőségi, hát nem a bizonyítvány, hanem a jellemzői összetevő energia. Visszatartalma biztos, hogy van, mert azért, amit nekem kibontottak, azon lehetett látni, kintről lenne hozva, hogy tehát, hogy a szén benne volt a zsákba, az deres volt mondjuk, tehát hogyha száraz, akkor ilyen... Az nem deres. Én is vettem ebből a tavaly osztott szénből, ebből az ukránból, vagy oroszból, vagy ilyenekben, nagyon fontosan, én is vettem olyan szeretem, én is tüzeltem, mert a saját kazánomban, ott láttam, hogy milyen a szén, tehát az nem olyan volt, pedig ugyanúgy télidőből vettem, nyilván nem ekkora volt a tél, de ott láttam, hogy az hogy néz ki, meg ezt is láttam, hogy ez mennyire. Nyilván valami felbontunk egy zsákot, és megnézzük, csak a szemcseméretet fogjuk tudni ellenőrizni, meg hogy megvan-e benne az, hogy akkor hány kilogramm egy zsák. Most lehet, hogy nem is igazából kell nekünk ebbe belefolyni, így elgondolva ezt a történetet, hogy a határidők vannak benne, stb. Csak legközelebb. Tehát a súly megvan, tehát ez készült is egy érzéken. Azt nem tudjuk. Igen. Tehát én ezzel nem is akartam, ez Lamborghini, meg mindent látom. Nekem csak szóltak, hogy ezt jelezzem már, hogy van egy ilyen, vagy volt van egy ilyen, jeleztem, megtettem. Annyit hagyj jelezzek, mert ugye, hogy beszámolóban is van a show, leszállításra került. Van még show, tehát van még show, jelzem. De ha szükséges, vásároljuk ilyen áron showt, hívjuk össze még egyszer a képviselőtestületet ezzel kapcsolatban, még egyszer mondom, ha szükséges, vagy pedig elég, ha majd beszámolunk, hogy ez a show elfogyott, és még hoztunk ennyi showt. Vagy hozzunk. Csak kell még hozni, mert ez még hosszú, hogy még februárban nincsen. Még van, tehát még egyszer mondom, tehát még van. Tehát egy kanyar elhoztunk tavaly, egy kanyar most hoztunk el, nem olyan régen. Tehát pontosan azért, hogy ne tárolgassuk itt, tehát a vállalkozó nagyon kompetens volt ebben a dologban, tehát azt mondta, hogy akkor győztök meg amikor akartok, mert van betetózva, tehát van betetózva, mondom, ne tárolgassuk mi itt, mert ne tárolgassuk itt. És ugye az el nem fogyott el, tehát úgy mondom, hogy nem fogyott el decemberben, de mondom, hozzunk, ne akkor szaladgálni, de talán tehát ugye bár is mondott omnus eső, de akkor kezdünk el szaladgálni, amikor probléma van. Na, akkor ezt a pénzkodát már kifolasztunk, vagy ezt nem kifejtettünk? Még nem. De úgy néz ki, hogy lehetőség. De úgy néz ki, hogy folytatja az időt. Már pedig így folytatja, azt mondják. Most szerintem ugyanilyen mennyiségben. Persze, hozzuk. Ha látjátok, akkor szeretném, hogy mi az, hogy hozzuk. Csak azért van, hogy még egyszer ne kelljen a testületre és be akadjon meg, hogy mi az. Akkor szóval kell. Tehát látjuk, hogyha olyan fogyás jön, tehát látjuk olyan fogyás jön, akkor úgy is fogom hozni, hogy mennyi sót vásárolok. Próbáljuk a sikosságot, amennyire lehet, biztos látjátok, meg érzékelitek a településen ezt csökkenteni. A mai nap folyamán
az Iveco körbejárja a települést is, ahol főleg az útkereszteződés, de mondtam, hogy még az úton is, ahol van konkrétan jegesedés, egy kicsit vastagabban homokoljuk fel, de még egyszer kihangsúlyoztam, hogy főleg az útkereszteződéseket, mert ez baleset veszélyes, mert még fékezés nélkül is kicsúszik az autó, tehát a jegen, ha meg ráfékezünk, akkor még gyorsul. Én azt szeretném kérdezni, hogy tájékoztatóban benne van, hogy a konyhútól kapcsolatosan, hogy az, az körülbelül ezt mikor akarják jönni. Hát, hogy tudom, hogy ezt az egyébként. Ezt úgy kell elképzelni, hogy benne van a konyhútól a lakásban. Az a része nincs úgy készen, ahol a mosogató gépnek a gázt összeállít. Ami az egyik szélén, de az összes többi minden van építve. Hát ez az apróság, ez nem jelen dolog. Az összes többi mindennek van. Be van kötve, működik, rendben működik minden. És nem tudjuk reszentálni a szájunkat? Azt gondolom, hogy mindig a legkisebb dolgok már ilyenkor a legnagyobb dolgot okoznak egy ilyen helyzetben, mert a konyhaútod is elég nehezen készül. Tehát az is olyan extra várakozási idő volt, vagy nem értettem, mert van valami saját, hanem van ugye cég, akivel dolgoztatnak. Hát ebben a üzletből veszélynek készen, hanem, és mondjuk ez a rész, ez pont egy edés, amit nem tudok el. Úgyhogy annyiban van még ilyen más. A basic ilyesmit azt elvitték, mert az ebben van? Mert jelezted azt is, hogy nem vitték el azt a... Nem vitték még el azt sem. Ugye ezt legutóbb jegyző úgy jelezte, hogy ugye vittek oda egy WC-t, ami mind a mai... Vittek oda egy ilyen tárnyékszéket, fóliából, fából, ebből, abból, és akkor az még a gyilatban van. Már ugye így áll, így, mert ugye a hátulról fújja a szél, bólint elfelé, és akkor majd egy van. Csak hát én a más dolgát én nem akarom takarítani, de szóltunk, tehát... Van is benne álló. Tessék? Akkor van is benne álló. Természetesen. Bármikor lettek. Most pedig könnyű benne nekik elvinni, mert fagyos, ilyenkor kezelhető. Ez a gond szerintem, hogy ugye másfél dolgozik a cég, amikor nekik ezt. Na jó, és akkor nyilván, ha eljárnak, akkor még be tudod jönni, és nem folyamatos. Az ott eszembe jutott a nyilászárok, ami van? A jegyzők, a lakás nyilászárok, van? Ott van tárolva továbbra is. Ott van tárolva? Így van. Nem, hát azt mondtuk, hogy itt van tárolva az oldalpincében. Hát ugye azért nem került megsemmisítésre, mert képviselő úrtól jött egy e-mail, hogy ne történjen megsemmisítésre, mert lesz majd ezzel kapcsolatban valamilyen állásfoglalás, ami ugye még mind a mai napig ezzel kerültek. Még nincs meg, így van. Jó, akkor én szeretnék kérdezni, mert hogy volt 2014 évben, kicsit visszamegyek, informatikai rendszer felújítása az programosok az épületében, hogy ez már történt. Persze, megtörtént. Tehát az a mázati beruházás volt. Jó, csak fixen ezt szerettem volna, mert az volt az arról szólt, hogy informatikai rendszer felújítása, mondom itt arra, hogy kábelcsek a falban, mit tudom én, így, hogy elvinni vezetéket, ahol kell, összekörülni a világot, csak
hogy elmondani. Azt vállalta, hogy az informatikai rendszert ugye felújítja, rendbetet, stb. Stb. Gyakorlatilag egy olyan munkát vállalta, amit előzőleg ő 2 évvel ezelőtt megcsinált. Annyióta a különbség, hogy a cég az Control Print Kft. Volt, ez meg Control kötőjel Print Kft. De ugyanaz a tulajdonos, tehát nincs ezzel baj. Csak nem is akarok semmit visszamenőre csinálni, csak ugye jelenségképpen jegyzem meg, hogy olyan vállalt be, amit egyébként 2 évvel ezelőtt megcsinált. Pluszba, pályázatban. Csak úgy. Megnézem nyomaszként, hogy ezért tisztában legyünk a dolgokkal. Nem tudhatjuk, hogy milyen módon gondolta azt, hogy fejleszti ezt az informatikai hálózatot. Tehát mondjuk, ha most például kábelekkel csatlakoznak ezek a eszközöket, a gépek, meg a rexek, meg stb. Akkor lehet ezt nem csinálni is, hogy már kábel nélkül működik minden. Ilyen úgynevezett wifi-s vagy egy-egy más helyi hálózat elérése. Az valóban egy olyan fejlesztés, ami bizonyos célrendszerekre irányul, vagy csak. Ja, csak úgy megjegyeztem magam. Nem tudjuk. Szeretném egy olyat kérdezni, hogy igaz, nem ezekre a pontokhoz, nem ezekre a pontokra vonatkozik, hogy beszéltünk a leáltározásról, hogy leáltározási jegyzőkönyv tavaly évről készült, de... Még folyamatban van. Elég korán van most. Ez a leáltározás nem azt jelenti, hogy ez megvan december 31-én, hanem a fordulón december 31-én, és ahhoz készítjük. Tehát ez most is folyamatban van. Nevetségedés meg. Megjegyezni kívánom, hogy azt mondtad, hogy december 31-én annyi pénz a végén. Most januárban, most már nem vagyunk meg egy végén. Csak költségvetéskor, tehát a 2 hét múlva körülbelül, tehát a költségvetés tárgyalásokat egyébként is kell egyfajta eltározási feladat sok végrehajtani más tekintetben, de ez most mondom, ez folyamatban. Jó. Meg lesz ez. Jövő hónapban követel ezt a vállalatot. Felé. Még a polgármester szabadságával kapcsolatban érdeklődik az arról, hogy nem látom, hogy beszámoltam a polgármesterről arról, hogy meg kellett szakítani a szabadságot, már pedig volt olyan, akkor az miért kellett megszakítani, vagy milyen olyan dolog volt, ami nyilván testületre tartozik. Ez nincs benne a beszámolóban. Ami egyébként valamiból már volt benne, csak hónapok óta ez kimarad. Nem marad ki, mert decemberben ki lett véve a szabadság volt. Azért nincs benne, hogy megszakítottam a szabadságot. De előző is kérdeztem, hogy december testületről sem van, mert azt mondom, hogy ebben is volt benne a szabadság. De akkor arról volt szó, hogy nincs itt benne, nem is született ilyen döntés, de szeptember 29-én született egy határozat a testület részéről, hogy bele kell tenni, hogy ha van ilyen, akkor miért történt ennek a megszakítása. És azt mondom, hogy ő van benne a határozatban, hogy visszaverelésen talán 2016 januárjáig a szabadult határozat benne. Én meg úgy emlékszem, hogy az kikerült belőle, tehát 2016. novembertől vagy hogy marad végül is benne, mert én azt mondtam, hogy most így visszamenőleg már, nem visszamenőleg. 2016. januárban, konkrétan, hogy én hol voltam, vagy februárban, vagy márciusban, azt már senkinek érte tőlem számon. És akkor abban maradtunk, hogy a novemberi, decemberi hónapban, ha ilyen van, vagy október-novemberi van, akkor természetesen. De még egyszer mondom, hogy visszamenőleg én már erről beszámolni nem fogok tudni a testületnek konkrétan, hogy miért szakítottad meg akkor a szabadságomat. Gondolom nem azért, mert tartalékolni akarom a szabadságomat. Nem is ezt mondtam. Beszélgetünk, tehát ez képviselő úr, te is mondod. Vannak olyan dolgok, ahova el kell, hogy érjek. De még egyszer mondom, tehát decemberben is volt olyan, de azt mondtam, hogy fogjon ez a szabadság. És nem fogok, pedig vannak meghívók is, ami egész napos elfoglaltságot igényel, de már megmondom őszintén, ezt a fajta szabadságommal való motivációt a tisztelt képviselő testület egyes tagjai felől már megmondom őszintén, hogy ez már az én lelki világomat is kezdi terhelni. Bár cél, vagy azt szokták mondani, hogy az eszköz szentesíti majd a célt. Természetesen gyűjtöm ettől az évtől is meg visszamenőleg, és amikor megmondnak, hogy hol voltam. De mint ahogy jeleztem a pénzügyi bizottságon is, hogy a szabadságaimat már élni fogok. Aztán, hogy mi lesz az önkormányzatnál, vissza lehet ezt fordítani. Van alpolgármester asszony is, amit mindig el szoktam mondani, hogy
aki azt gondolja, hogy olyan egyszerű az önkormányzati vagy a polgármesteri feladat, hogy azt tudja bárki meg bárhogy vinni, 2017 új év, meglátjuk. Tehát meg fogom bízni a polgármester azt, hogy és akkor majd látjuk, hogy fognak haladni, vagy hogy nem fognak haladni a dolgok, tehát ami fogom hozni majd a szabadságos ütemtervezést, és én elnöntöttem december 31-én évfélben, hogy ha ez a kérése a tisztelt képviselő testület többségének, hogy a polgármester vegye ki az ütemezett szabadságát, akkor élni fogok vele aztán, majd utána mérhetően az lesz, hogy akkor miért nem halad ez, meg miért nem halad az. Illetve a költségvetés készítésekor fogok javaslatot tenni Jelzi úrnak is a kinevezett szabadságaival kapcsolatban, amit tavaly is már volt itt, mert neki is ugye vannak felpillantott szabadságok. Ha most ki kellene adni Jelzi úrnak, akkor gyakorlatilag túl sok munkát 6 hónapig nem végezne, mert 6 hónapra való szabadsága van Jelzi úrnak is. Tehát arra is fogok egy javaslatot tenni a tisztelt képviselőtestületnek majd. Megvan a testületnek is a feladatom, meg megvan nekem is feladataitok, és akkor azt el kell végezni. Hát most úgy döntesz, hogy egy egyszerűen elküldöd azért idézőjelben, hogy ne készüljön a költségvetés, akkor elküldöd, akkor nem az a költségvetés. Hát a feladat az a költségvetés összekészítése nem az én feladatom. Pillanat, tehát szó sincs, tehát nem kell kiforgatni a szavaimat. Idézőjelben mondtam. Tehát nem kell a szavaimat kiforgatni, hogy én azért küldöm el egyszerűen azt, hogy ne készüljön költségvetés. Erről szó sincs. Tehát erről szó sincs. Én csak egy tájékoztatást adtam ezzel kapcsolatban is, hogy képbe legyen a tisztelt képviselő testület. Tehát nem az a célom továbbra sem, hogy én az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkáját ellehetetlenítsem, csak ezt elmondtam, hogy van egy ilyen helyzet. Most azt szeretném megkérdezni, hogy a polgármesteri hivatal működéséért, jogszerű működéséért ki a felelős? Kérdező. Nem a testület. Akkor most erre mi beszéljük neki? Mit mondjuk még erre? Hát akkor nektek kell megegyezni, ki hogy megy szabadságra, nem nekem? Nem? Hogy a munkára ez mennyire veszélyes? Én úgy mondom. Abból a székből elmondani, mert biztos vagyok benne, mint képviselő, testületi tag, nagyon ismeri Kisoszki Tamás a önkor vagy a polgármesteri hivatal munkáját, hogy az mennyire egyszerű, meg mennyire jó, meg stb. Azért gondolom, hogy tud ilyen dolgokban nyilatkozni, hogy azért van a helyettesítés, meg azért van ez, meg azért van az. Örülök neki, hogy ennyire belát vagy átlátja ezt a munkát is, tehát nem is értem, hogy nincs még vállalkozás, vagy olyan vállalkozás, ahol ezt tudnám kamatoztatni, tehát gyakorlatilag nálam. Mert munkás terület, üzemeltessék, vagy mit? Hát az is lehet, hogy előbb-utóbb sorra fog kerülni, se ő. Sokkal jobb lenne, mert akkor mondom, hogy biztos, hogy itt kellene ülni. Hónapról hónapra, egy rendkívül testületülés lenne, mert lenne rá egy keret. És a felelősséget természetesen is az vállalja, aki ezekben a kérdésekben tesz. De még itt nem tartunk sajnos, de át kell jön az új részt. Van-e még egy esetleg kérdés? Első napi rendi ponthoz. Aki kiegészítesek kell egyet, ezt elfogadja, kérem készfeltartással. Három igen, tartózkodás. Egy tartózkodás nem szavazat, két nem szavazat arányában képviselőtestület elfogadta. Második napirendi pontunk, előterjesztés Nyírbogdány helyi piac kialakítására top, nem olvasnám fel, 2016 számú pályázat megvalósításához szükséges intézkedésekről, P.
pénzügyi bizottság megtárgyalta. A pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta, és az ott elmondott a remény elfogadásra javasolja a testület számára. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással. Köszönöm szépen, képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Harmadik napi rendünk előterjesztés önkormányzati ASP rendszer működéséhez szükséges tevékenységekről. Ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta, és az ott elmondott a remény elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással, köszönöm szépen, egy hangulat elfogadta a testület. Előterjesztés községi temetőben, ugye akkor ez a napirendi pontot elnapolva, akkor ez nem, akkor menjünk tovább az ötös. Előterjesztés Nyírbogdány község önkormányzata képviselőtestületének 2017 évi üléstervének megvalósítására, ezt megtárgyalta a pénzügyi bizottság. Ennyi időzőbb ülésén megtalálható, és az ott elmondható, hogy elfogadásra javasolja a képviselő testület számára. Megtárgyalható a szociális bizottság is. Módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással, köszönöm szépen, képviselő testület egyhangulag elfogadta. Hatos napi rendi pontunk, előterjesztés Nyírbogdány község polgármesteri hivatala 2017 évi igazgatási szünet elrendeléséről. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság? Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta, és az ott elmondottakkal együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületet. Szociális bizottság is megtárgyalta, és az ott elmondottakkal elfogadásra javasolja a képviselőtestületet. Aki egyetért, kérem készfeltartással, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Hetedik napi rendi pontunk, előterjesztés Nyírbogdány református egyházközség kérmérméről. Szociális bizottság megtárgyalta, és az ott elhangzott javaslatokkal elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Aki ezzel együtt kérem készfeltartással, köszönöm szépen, hogy állapítom, hogy egy hangulat elfogadta. Nyolcas napi rendi pontunk előterjesztés Orosz István Nyírbogdány lakos kérelméről pénzügyi bizottság megtárgyalta. Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta, és ott elhangzottakkal együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Aki ezzel egyetért, kérem. Ugye megint itt van az Orosz István fél kérem. Pénzügyi bizottság ülésen felvetettem, de nagyon jól el is másolta a kérdést. Úgyhogy most megkérdezem a testület ülésen, mert a polgármester a testületnek is tartozik még azzal a beszámolóval, ami az Orosz István fél dologról szól, és 2016 április óta nem tette eleget a képviselőtestület határozatának, döntésének, és nem számolt be azóta sem a Orosz István féle véleti szerződésekkel kapcsolatos kérdésekről. Akkor most javaslom, hogy ismételten hozunk már egy határozatot arra vonatkozóan, hogy számoljon a polgármester ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A 2016-os döntésnek megfelelően ennyi lett volna csak a hozzáfűzni. Én azzal kapcsolatban válaszoltam tisztelt képviselő úrnak a személyes megkeresésére. Ezt legutóbb is elmondtam már, hogy ugyanazzal tudok véletlenül beszélni volna, amit... Hát akkor mondja, a polgármester tájékoztassa képviselőtestületet. Legközelebbi akkor, amit elküldtem tisztelt képviselő úrnak, és akkor legközelebbi képviselőtestület ülésre. De oké. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással. Köszönöm szépen. Kilences napi rendi pontunk az SMS módosítása. Ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság. Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületet számára az elmondott kiegészítésekkel. A szociális bizottság is megtárgyalta és az ott elhangzottakkal kiegészítve elfogadásra javasolja a képviselőtestületet. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással, 2, 4, 5, igen, egy tartózkodás ellenében elfogadta a képviselőtestület. 11. napi rendi pontunk a kártérítés, mivel én személyesen érintett vagyok, így ezzel átadnám a pénzügyi bizottság elnökének a szót. Tehát a pénzügyi bizottság ülésén kártérítéssel kapcsolatosan ugye volt egy előterjesztés, amelyet a pénzügyi bizottság megtárgyalt, a polgármester elfogadásra való tekintettel
Az alpolgármester asszony igazolt távollétéről tekintettel, ezért a pénzügyügyiség elnöknek kell, hogy nevezesse az ülésnek ezt a részét. Ugye itt bizottságülésen elhangzottakkal együtt, ugye, aki elfogadja a Budás Zsolt előterjesztését, az kér készfelnyitással szavazzon. Jó, egy igen, egy nem. Én a szavazástól tartózkodom. Jó, polgármester. Mert személyesen érintettem. Köszönöm, és akkor visszaadom a szót. Jó, és akkor 12. napi rendi pont. A önkormányzati földutak szilárd burkolattal való ellátásával kapcsolatban 11-es, mert 12 az egyebek, bocsánat, tehát a 11-es, tehát a önkormányzati utak szilárd burkolattal való ellátásával kapcsolatos dolgoknak a megtárgyalása. Annyi érdemű változás van az ügyben, hogy a tervezőket megkérdeztük. Nem a tervezőket, a pályázat, de a tervezőket. A tervezőket megkérdeztük, ugye a itt felmerült kérdéses árajánlatok kapcsán. Mindhármunk írtam egy-egy e-mailt, nyilván saját maga árajánlatára lebontva. Az e-mailek itt vannak, ezt oda is tudom, hogy nem kell valaki. Frankovics László, azért mondom, hogy belőle volt a legolcsóbb ajánlat, és ő azt írta, hogy a megajánlott tervezési díjba megvalósítható a négy önkormányzati földot az életéti díjakkal együtt. A Rossi Kft. Ővele váltottam több levelet, és Szépszai Zoltán nyilván írja, hogy mindenféle tekintetben az ő ajánlata is tartalmazza ezeket a Rossi Kft. Érdekesen fogalmazott, mert azt mondja, hogy a megadott 2.470.150 plusz áfa csak az effektív tervezési munkára vonatkozik. És megint leírja, hogy mit nem tartalmaz az ajánlata. Elméletileg ez is, de ugye a Frankovics úr azt mondta, hogy ő beállja, hogy ő volt elmondja, hogy ő 2.500.000 plusz áfás ajánlata akkor az ő ajánlata a megkérdező. Tehát a Rossi Kft. Részéről, akkor jól értem, akkor egyértelmű volt az, hogy egy leír, hogy így benne, hogy így benne. Na most nem értem a céget, most abban a tekintetben, hogy volt nekem személyesen, és én többször is hangsúlyoztam nekik, hogy csak azt kell, hogy itt van a tervezet, itt beteszem. Az, hogy az idegenutakat hogy kell igénybe venni, a kis állítást hogy kell igénybe venni, az nem szert, nem kapcs. Az nyilván nem plusz költség lesz majd a későbbi egyben. De majd akkor azokkal a költségekkel fogunk idejönni, hogy akkor néha akkor ez van. De ez csak a tervezés, amiről most értünk. Nyilván majd utána majd ki fog derülni, hogy nyilván ezt nem tudom a költségek. Jó, rendben, köszönöm szépen. Ha nincsen nem ajánlat, akkor viszont amit érkezett ajánlat, akkor ezt elmikor átmenek. Érkezett az ajánlatot. Forrás úgy, hogy másodok áfa.